Horváttető dajka átkötés, vagy a volt Szentpáli iskola átalakítása csak három beruházás, amelyek Európai Uniós forrásból valósultak, vagy valósulnak meg. A városvezetés azon dolgozik, hogy minél több támogatást lehívjon a 2014-2020-as Európai Uniós pályázati forrásokból. Erről lesz majd a következő percekben szó. Köszöntöm a stúdióban Szopkó Tibor alpolgármestert, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Szép jó estét kívánok, én is nagy tisztelettel üdvözlöm a televízió nézőket. Azt gondolom először, hogy azt tegyük egy picit tisztább, ugyanis egy viszonylag bonyolult témáról van szó, hogy milyen időszakok vannak, milyen időszakok előtt áll a miskolci városvezetés, milyen forrásokat tud lehívni még a városvezetés, illetve az önkormányzat. Nagyon szeretünk közérthetően beszélni a fejlesztéspolitikánkról, úgyhogy... E Elég közérthetően próbálom megfogalmazni azt, hogy miről is beszélünk, amikor a város fejlesztéséről beszélünk. Nyilván itt ember fejlesztésekre kell gondolni, ahogy látjuk, konkrét intézmények felújításáról, óvodák, orvosi rendelők felújításáról, járdák, utak felújításáról, közösségi terek fejlesztéséről beszélünk. És alapvetően három forrásból érkezhet pénz ezekre a fejlesztésekre. Az egyik ilyen az Unióból érkező forrásoknak a, az összessége, tehát Brüsszelből kaphatunk el ezekre a fejlesztésekre pénzt. A másik ilyen lehetőség lenne a saját költségvetésünkből kiszorítani szemmel látható fejlesztési pénzeket. Erre egyre kevesebb lehetőség van nem csak Miskolcon, hanem bármelyik magyar önkormányzatnál. Ugye nagyon nehezen gazdálkodnak az önkormányzatok. A harmadik ilyen, és ezt sem szabad elvetni, nyilván vannak olyan fejlesztések, amik hatékonyságnövelő, költségcsökkentő vagy jövedelemtermű képességgel kecsegtetnek, ezekre hitelt is lehetne felvenni. Ez szintén nem opció a Miskolci önkormányzatnál, hiszen kormányengedi szükséges ezekhez a hitelekhez. Tehát mi szinte kizárólag az EU-s forrásokra hagyatkozhatunk, és viszonylag egyszerűen el lehet különíteni két időszakot. Ez a 2014-től 20-ig tartó 7 éves idősáv az egyik ilyen időszak, illetve a 21-től 27-ig tartó következő 7 éves idősáv, ezeket programozási ciklusnak hívja a fejlesztéspolitika. Most ott tartunk, hogy a jelenleg megvalósuló fejlesztések, ezek az előző ciklus, tehát a 14-től 20-ig tartó időszak fejlesztései, itt nagyon komoly munkát kell annak érdekében végeztünk, hogy ezek megvalósuljanak, hiszen 19. októberében úgy vettük át ezt a várost, hogy mindössze 19%-át tudták felhasználni, 18-19%-át ezeknek a pénzeknek. Most Mikor már itt. összegről beszélünk ebben az időszakban? Ebben az időszakban több mint 35 milliárd forintos összegről beszélünk, és ennek a 35 milliárd forintnak tényleg 18-19%-át tudták felhasználni. Mi már ezt az arányt több mint 60%-ra feltornáztuk, és azon dolgozunk, és ebben biztos vagyok, hogy így is lesz, hogy rendkívüli módon meg fogják közelíteni, és akár még el is érhetjük a 100%-ot, 23 év végéig kell fizikailag átadnunk ezeket a fejlesztéseket. Mi a terv a következő időszakra? Ugye az 2021-2027-ig tartó időszak. Erről mit kell tudni? Sajnos egy kisebb összegel gazdálkodhat Miskolc, hiszen valamivel több mint 31 milliárd forint az, ami ebben a programozási ciklusban a TOP Plus programon keresztül ide áramolhat Miskolcra. Itt több célunk van. Egyrészt, hogy be tudjuk vonni a miskolciakat ezeknek a fejlesztéseknek a tervezésébe, tehát ténylegesen meg tudjon valósulni a részvételiség, és mi határozottan emberközeli fejlesztésekben gondolkodunk, és nem csak maguk a fejlesztésekkel, hogy emberközeliek legyenek, hanem az erről szóló kommunikáció, emberközeli módon kívánunk ezekről beszélgetni, és emberközeli módon kívánjuk ezeket tervezni, ezért is akarjuk bevonni a Miskolcani élőket ezekbe a tervezési folyamatokba. Itt a legnagyobb kockázatot annak, vagy abban látjuk, hogy a magyar kormány és az Európai Bizottság között mind a mai napig nem történt meg annak a partnerségi megállapodásnak az aláírása, ami nélkül játékpénzről beszélünk, és nem fognak tudni megvalósulni ezek a fejlesztések. Tehát akkor ennek az időszaknak az esetében egy nagyfokú bizonytalanságról beszélhetünk? Rendkívül nagy nagyfokú bizonytalanságról beszélhetünk. Ennek ellenére mi azt a döntést hoztuk meg Miskolc vezetésében, hogy előre megyünk, dolgozunk, és mindent megteszünk annak érdekében a saját eszközeinkkel, amit csak megtudunk, ez nem sok minden, hogy a kormányzat meg tudjon egyezni az Európai Bizottsággal, és tényleg ide tudjanak érkezni Miskolcra, a Miskolciak érdekében ezek a pénzügyi források, hiszen őszintén hiszünk abban, hogy Miskolc értet fejlődik. Ugye, ahogy a felvezetőben is említettem, a 2014-2020-as időszak forrásából néhány példát hoztam, hogy mik azok, amik megvalósultak, vagy éppen jelenleg is folyamatban vannak. Ezeken kívül ugye a horváttetőt, a dajka átkötést és a volt Szentpáli iskola átalakítását említettem. Ezen kívül mik azok, amik még ennek a ciklusnak a forrásából valósulhatnak meg? Én talán a legtöbb miskolcit érintő egy nagy fejlesztést emelném ki ezek közül, ez az avasi kilátó és a környezetének a fejlesztése. Itt most úgy állunk, hogy a horváttető fejlesztése az már folyamatban van, a megvalósulás az, az nagyon előre haladott, tehát ezt láthatják is az arra sétáló miskolciak. Akkor gyakorlatilag majdnem csak az átadás van hátra. Így van, a reményeim szerint ez a lehető legmegnyugtatóbb módon is minél hamarabb meg fog majd tudni történni. Ezzel párhuzamosan mi magát a kilátót és a teljes környezetét, tehát a hegynek a legtetejét is kívánjuk fejleszteni. Erre meg is vannak a tervek. Nagyon nehéz dolgunk van egyébként, mert a Covid hatás az építőipari alapanyagárak elszállása miatt rendkívül nehéz megvalósítani ezeket a projekteket. Arról nem is beszélek, hogy nagyon bonyolult az az intézményrendszer, ahol számos szereplő jóváhagyása, engedélye, beavatkozása szükséges ahhoz, hogy, hogy ezek tényleg meg tudjanak valósulni. Én azt szoktam mondani, hogy csak az a projekt biztos, amit már át is adtunk. Ugye most itt a stúdióban nagyjából összegeztük, hogy, hogy mit jelentenek ezek a források a városnak, de hogyha jól tudom, akkor a következő időszakban is az a terve a polgármester úrnak, hogy, hogy folyamatosan erről kommunikálni szeretne, illetve kommunikálni kell, hogyha úgy gondolom, akkor ez a, ez a terv fogalmazódott meg, milyen platformokon, hogyan szeretnének a miskolciakhoz szólni. Úgy a kötelességünknek tartom, hogy erről kommunikáljunk, és be is vonjuk a miskolciakat. Alapvetően, amikor arról gondolkodtunk a város vezetésében, hogy mit tud tenni az önkormányzat annak érdekében, hogy jól menjenek a jövőben is a fejlesztés politikai dolgaink, két dolgot tudunk tenni. Egyrészt meg kell teremtenünk a feltételeit annak, hogy rendben legyenek a fejlesztéseink, Hát a Miskolc város önkormányzatánál van egy erre dedikált a polgármester a személyemben, van ennek a területnek egy tanácsnoka is, több mint 40 fővel egy főosztály foglalkozik a városfejlesztési ügyekkel, a pályázati ügyeinkkel itt pénzügyi, jogi, műszaki és projektmenedzseri tevékenységet végeznek, és nagyon jó hírű külső szakértőket is bevonultunk ebbe a munkába. Ez az egyik dolog, amit megtehetünk. A másik dolog pedig az, hogy teljesen közérthetően és folyamatosan, szisztematikusan kommunikálunk a Miskolciak irányába városfejlesztési dolgaink ügyében, hiszen őszintén azt gondoljuk, hogy Miskolc tényleg értett fejlődik, és egyébként azt látom az emberekkel beszélgetve, hogy a miskolciak büszkék a fejlesztésekre, büszkék a miskolci fejlesztésekre, és tudják, hogy kurzusokon átívelő közös ügyekről beszélünk, ebben kívánunk mi partnerséget kérni a miskolciaktól. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk a stúdióban. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok a viszontlátásra.